Közeledik a Mindenszentek és a Halottak napja. Horváth Bence János premontrei káplán beszélt az egyházi ünnepről. Megkérdezünk 10 templomba járót, akkor azt mondhatnánk, hogy abból 9-en annyit mondanak Mindenszentekről, hogy ilyenkor szoktunk kimenni a temetőkbe, a sírokat rendbe tenni, mécsest gyújtani, virágokat vinni. Mégis ennél sokkal többről szól ez az ünnep, hiszen Mindenszentek ünnepe az egyik legnagyobb keresztény ünnepünk, amikor a megdicsőült egyházra emlékezünk. Azokra a szentekre, akik esetleg név szerint nem ismertek nálunk. Tehát ilyenkor egyben ünnepeljük az összes már szentségre eljutott embert, mindazokat, akik már a mennyországba jutottak, akik már üdvözöltek. És ez november 1-én van, ilyenkor az ünnepet kifejezi az is, hogy a miseruha az fehér a papon. Halottak napja november 2-a, ilyenkor viszont az összes elhunyt testvérünkre emlékezünk. Különösen is azokra, akik még nem jutottak el az örök üdvösségre, akik a tisztítóhelyen szenvednek. Őértük szoktunk ilyenkor egyben imádkozni, őreük emlékezünk ilyenkor meg, és ez az a nap, amikor valóban az összes elhunyt szerettünkre közösen emlékezünk. Az, hogy miért is november 1-én megyünk inkább a temetőbe, az valószínűleg inkább gyakorlati okokból, hogy akkor tudunk könnyebben kijutni, hiszen munkaszüneti nap az államban is. Arról lehet tudni, hogy igazából mikortól megyünk ki a temetőbe, és mikortól helyezzük el a koszorúkat, a virágokat, ez a szokás mikor alakulhatott ki? Hogy pontosan mikor alakult ki ez a szokás, az nem egyértelmű, már csak azért sem, mert ebben az időszakban volt egy pogány kelta halottakra emlékező ünnep is, aminek a nyomait még a Halloween ünnepében felfedezhetjük, bár azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy ez az ünneplés, a Halloween maga sem ördögtől való dolog, ugyanakkor a mi kultúrkörünktől teljesen idegen, hiszen már az ókori időkben is igyekeztek a keresztények a saját ünneplésükkel elnyomni a kelta pogány ünnepeket. Ennek lett az eredménye, ugyan évszázadokkal később az őszi időszakban, de a Mindenszentek és Halottak napjának ünnepei. Hogyan töltik önök ezeket a napokat a premontrei apátságban? Világi emberekhez hasonlóan mi is ilyenkor kiszoktunk menni a temetőbe, elhelyezni a megemlékezés koszorúját a halottainkra, valamint ilyenkor szokott sor kerülni arra is, hogy az új vagy felújított síremlékek megáldása megtörténjen a temetőben. Idén sajnos ez minket is érint, mivel az elmúlt egy évben ödönapát úr elhunyt, és az ő síremlékét is meg kell áldani. De alapvetően ezt a síremlék megáldást egyébként Balázs atya szokta végezni. Idén, ha jól emlékszem, akkor délután 2 órakor a Szent Antal, és 3 órakor pedig az Őrangyal temetőben kerül majd sor, csak előre kell jelezni a plébánián, hogyha valaki kéri ezeket a sírmegáldásokat. Itt az apátságban a további programok az, hogy az ünnepről vesszük a szentmise szövegeit, és kicsit ünnepélyesebb a liturgia végzés Mindenszentek napján. Van arra lehetősége a szerzeteseknek, hogy hazamenjenek, hiszen az köztudott itt Csornán, hogy az ország több pontjáról érkeztek szerzetesek ide a premontrei rendbe. Van, aki például Alföldről érkezett, őneki van lehetősége hazamenni, és mondjuk egy-egy csokrot vagy koszorút elhelyezni a szerettei sírjánál? Ez mindig attól is függ, hogy a hét melyik napjára esik Mindenszentek ünnepe, mivel most szerencsére hétfőre esik, és előtte vasárnap hétvége van, valamint az őszi szünet is úgy lett kilakítva, hogy könnyebben tudunk egy kicsit mozogni. Azt mondhatjuk, hogy mindannyiunknak megvan a lehetőség arra, hogy hazajussunk egy-egy gyertyát meggyújtani a szeretteink sírján. Köszönöm.